kedves vendégek! Legyen az Istennek dicsőség az égben, mint látják, szerencsésen hittük el nagy dolgunkat végbe. Gyönyörű mennyasszonyt kaptunk a vőlegény mellé, ők már egybefortak, mindketten egymásé. Elhangzott az igen, a szeretem és az eskü, ők már egymásé, testestől, lelkestől. Kedves vendégek, most csak ennyit akartam, hogy be is fejezzem, hogy nehogy a sok szótól megfájduljon a fejem. Kívánok önöknek erőt, egészséget, egész életükben áldás, békességet. Kívánom, hogy örömük lejjék ezen ifjú párban, és állandó békesség fészkeljen a házban. Mostani kérem kedves minnyájukat, hogy ürítsük poharainkat az ifjú pár egészségére. Kedves egészségetekre! Kedves egészségetekre! És ahogy kint is említettem, azt ugye nem említettem, hogy névkártyás ültetés van, de nagyon könnyedén mindenki megtalálja a helyét, tessenek bátran helyet foglalni. Egyeztetem az ifjú párral, az ő beleegyezésükkel kezdjük nyilván a vacsorának a szervírozását. Azt mondták, hogy többnyire megérkeztek a kedves vendégek, így aztán amiért, hogy az idővel nagyon ne haladjunk előre, tehát jól tudjunk majd gazdálkodni, ezért kezdem az összes mondatomat azzal, hogy az ifjú pár nevében engedjétek meg nekem, hogy nagyon-nagyon nagy tisztelettel köszöntsük mindenkit itt Túrkevén, a Hellas falatkozó Tufibril, teljesen mindegy, hogy hívjuk, rendezvény sátrában, és mielőtt én bármilyen köszöntők sokat alapába belekezdenék, engedjétek meg nekem, hogy természetesen egy nagyon-nagyon nagy taps közepette átadjuk a szót az ifjú bölgében. Mint egyszerek látni, megvan már az asztal telítve, kés, villa, kanál szépen kikészítve. Jönnek is az étek mindjárt sorjában, hogy ez a tisztelt vendégsereg ne várjon itt hiába. Az es folyamán sok minden jóval fogok én szolgálni, mellé pedig jó étvágyat fogok majd kívánni. Tessenek hát lassan helyre telepedni, mert ahogy láthatták, hallhatták, bizony a musikusaink is kezdenek már relegedni. Aztán pedig készüljön föl mindenki munkára, s kapaszkodjon bele a saját kalalába. Mert most jövök a konyháról, hol mindent megvizsgáltam, és mondhatom, hogy mindent a legnagyobb rendjében találtam. Készülnek az étkek, a szakásné süt főz, a sok lusta kuktára perlekedni nem győz. Ugrál jobbra, balra, mint erdőben az ősz, hát azóta az orrát már lehet, hogy rég felverte a gőz. Na de nem fecsegek én itt hiába, hanem megyek a konyhára, a sok finom eledel édes illatára. Megnézem, hogy nem-e borult a leves a patkára, hogy nem esett a fazék a szakásné lábára. Itt leszek én nem sokára, csak egy kis türelmet kérek, hát ha ma nem, akkor azért ígérem, hogy holnap szinte biztos, hogy visszatérek. És hát kedves vendégek, ahogy ígértem, itt hozom a leves, tudom, hogy már várják, ennek a világon nem találni párját. De most engedjék meg nekem, hogy ne sokat papoljak, hogy a forró tártól nehogy égő sebet kapjak. Mert a hátam mögött még jó pár felszolgáló vagyok, hát az ő kezüket is süti ám, de nagyon. Előttem pedig majd ne ugráljon senki, mert a nyakát leforrázom neki. De azért kedves vendégek, röviden engedjék meg nékem, hogy hadd mondjam már ne, hogy mi is történt itt nálunk a héten. Féltékenyek lettek ugyanis az ifjú asszonyok, mert hogy a kis kakas olyan sok tyúkot fogott. Mégsem elégedett meg a sajátjával, átrepült gomázni a szomszéd tyúkjával. Felháborodott akár ezen a szakácsasszonyok, halomra öldösték a rengeteg tyúkot. Aztán pedig megkértek engemet, hogy én osszam széjjel, hogy legyen itt békesség ezen az éjjel. Épp ezért, Zsoltikám, épp ezért a násznagyokat illeti a nyaka meg a feje, hogy megeszegesse, hisz úgy is van ideje. Menyasszonyunké, kapóra a szárnya, hogy majd a menyeske táncot vígabban járja. Vőlegény urunké, a melle, meg a fara, hogy a mások tyúkját már ne nagyon tapogassa. Kedves vendégeké, szomjas apróléka,
Higgyék el, nem marad itt éjjel az öreg anyóka. A szép sergelén, tehát én most megérkeztem, kezemben a tállal majdnem összeestem. Mert ebben a tálban van a berettyónak a vize, s föl is van fűszerezve, hogy jobb legyen az íze. Sok kis aprócsika benne úszkálgat, kívánok önöknek széles jó étvágyat. Baszamúzsikus felé, baszamúzsikus felé! Kérdessék az Úr Jézus Krisztus! De azért, kedves vendégek, végezetül hadd áruljam el, hogy ez a két kanál azért áll így a tálba, hogy majd a mennyasszony lába is így álljon az ágyba. Mert a mennyasszony lába nem úgy áll az ágyba, mint az a két kanál most itt a leveses lába, hát akkor bizony majd a vőlegény csapjon a derekára, vagy ahol kívánja, és meg fogja látni, hogy úgy fog állni a lába az ágyba, mint az a két kanálos itt, a leveses lába. Jó étvágyat! Ismét megjöttem, hölgyeim, uraim, sokára, de merem állítani, hogy nem jöttem hiába. Mert egy olyan eladást hoztam valójába, mely első az évek sorába. Hát meg kell mondjam, hogy ezen eladért igen nagy próbát tettem, két nagy szilaj kossal jó két nap verekedtem, és ezen jó pörköltet ebből készítettem. Benne van ebben a csontja, a húsa, a mája meg a tüdő, higgyék el, az íze egészen kitűnő. Tessenek hát hozzálátni, rögtön asztalon az étel, ha egyel nem győzik, hát szedjék mindkét kézzel. Visszavitelre is, csak üres tálat várok, és a birka pörkölthöz is nagyon jó étvágyat kívánok. Ahogy láthatják, bizony a mennyasszonyunknak már megfőtt a kos farka, így bizony nem mondhatja már senki, hogy üresen maradt a marka. Ezért most mindannyian közösen megkérjük a vőlegényt, hogy vegye ki a farkát, és kínálja meg vele, kedves mennyasszonyát! Jó étvágyat kívánok! Kedves vendégek, ahol vígan vannak lányok és legények, ha szerét tehetem, én oda betérek. Mert ott jó bor is van ám, az biztosan tudom, erről már szörnyű nagy a tapasztalatom. Nem csoda, hogy a bort oly nagyon szeretem, hisz Szent Borbála napján pincében születtem. Nagyapám kántor volt, apám kefekötő, Csapról nyelte a bor bizony mind a kettő. Ezért ha az én torkomon egy csepp víz is lefolyna, hát szegény nagyapám a sírjában biztos, hogy rögtön megfordul. Ezért hát én a jó Istentől most csak azt kívánom, hogy fújjak majd egy hordóba, új lejjen halálom. Egy 100 hektoros hordó borral legyen tele, ha vesztemet érzem, abba ülök bele. Kitártam a számat, dől a jóbor belé, s ahogy meghaltam lelkem, repül az ég felé. Angyalok visznek föl, mert az úgyis dukál, Szent Péter pedig majd a kapuban szalutál. Uram, eszedbe a tehát kegyelmedbe, tehát életében a vizet még a csizmája el se tűrte. Épp ezért hát kedves vendégek, ha majd egyszer meghalok, koporsóval, a nagy hordóból legyen megcsinálva, ecetes kabatyúval és túrós kalapatyúval kicifrázva. 200 gyártya helyett 200 kolbászt tegyenek, egy 18 éves kislány pedig szenvedélye helyett. Egy nagy sonka legyen a fejem alja, 3 tábla szalona pedig testen takarja. Ki a temetőbe majd 6 ökrös szekérem vigyenek, az ökrök szarvára pedig 2-2 kulacsot tegyenek. Az a 2-2 kulacs
borral legyen teli, hogy hagyjon a gyásznép, mikor folyna könnyei. A leresztőkötelem szőlővesző legyen, igazi jó magyar bor, pedig a szentelkizet. Vár majd Filoxéra a bor ellensége, éleszek majd neki az első testőre. Addig iszom, még a fogam ki nem ázik, még a szőlő a hasamba kicsírázik. Hogyha szép lányt látok, köszönöm, olyat iszok, csak úgy nyöszögök. Kedves vendégek, most aztán tényleg fogja mindenki poharát, és igyék, mert az előbb én úgy láttam, hogy az ifjú pár nagyon ihatnék. Kedves egészségedekre, kedves egészségre, további nagyon jó étel. Természetesen az ifjú pár szeretné ezt kódolni, így aztán, ha megvan minden zenei alapanyagunk hozzá, már pedig megvan, akkor a vőlegény